Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akkor kezdjük el a képviselőtestület ülését. A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban nekem egy pici változtatásom lenne. A 8-as és a 9-es napirendi pontot szeretném felcserélni, mégpedig azért, mert az október 23-i adhok bizottsággal kapcsolatban azon az ülésen elhangzott egy kérés, amit a bizottság elnöke ott szeretne elmondani, tehát ezért kellene. És utána, miután ez a kérés elhangzott, utána zárjuk be az ülést, mert utána következnének azok a zárt üléses napirendek. Itt majd elmondom, hogy miről van szó, majd azon, tehát semmi veszélyes dologról nincs szó. Nekem ennyi változtatás van. Kérdés, hozzászólás. Ardi Péter, képviselő. Köszönöm szépen, én azt javaslom, hogy az egyebek napi rendi, tehát a nyílt és a zárt ülések közé vegyük az egyebek napi rendi pontot, hiszen látom, hogy 5 darab zárt üléses napi rendi pont van, hogy a televíziónak ne kelljen várni utána már. Ez egyebek napi rendi pont mindig a testület ülés napi rendi pontjának a végén van, ezt most nem változtatnám. Ja. Tehát akkor marad az eredeti előterjesztés, illetve az, hogy 8-as, 9-es napi rendi pont cserével. Aki egyetért a napirendi pontokkal, az kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem és kettő tartózkodásra testület elfogadta a napirendi pontokat. Első napirendi pontunk következik. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Olvasom a határozat számot, akinek kérdése, hozzászólása van, azt kérem jelezzen. 162 per 2015, 163 per 2015, 164 per 2015, 165 per 2015, 166 per 2015, 167 per 2015, 168 per 2015, 169 per 2015, 170 per 2015, 171 per 2015, 172 per 2015, 173 per 2015, 174 per 2015, 175 per 2015, 176 per 2015, 177 per 2015, 178 per 2015, 179 per 2015, 180 per 2015, 181 per 2015, 182 per 2015. Hardi Péter képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, polgármester úr. A 182 per 2015-ös számú önkormányzati határozat ugye arról szól, hogy az elmúlt testületi ülésen megszavaztuk azt, hogy a Gálfi Béla Nonprofit Kft. Fekvőbetegek részére háznól történő vérvételt biztosítsa, illetve hát avval kapcsolatos szerződést kösse meg az önkormányzat. Ahogy látom, a megállapodás a Gálfi Béla Nonprofit Kft. Által nem került aláírásra, a betegek otthonában történő vérvétel más módon történő ellátásának vizsgálata folyamatban van. Kérdezem, hogy mi az oka annak, hogy nem került aláírásra ez a szerződés, illetve hát milyen más módot keres az önkormányzat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mi is el tudtuk olvasni a választ is, és a képviselő jegyzőasszony elmondja. Jó, tehát tisztelt képviselőtestület, ugye a Gálfi Béla Nonprofit Kft. Levele, miután mi előzetesen, mielőtt a képviselőtestület ugye döntött, már megkerestük őket, hogy az általuk javasolt szakápoló, akit arra javasoltak, hogy ugye alkalmas a háznál történő vérvételre, az ő munkaszerződésük keretében történik-e a foglalkoztatása. A levél a képviselőtestület másnapján érkezett meg, amiben nyilatkozott a Gálfi Béla Kft. Arról, hogy nem rendelkezik háznál történő vérvételre vonatkozó működési engedéllyel az ANTS-től, és ezt nem is kívánja beszerezni. Tehát ő nem kíván ilyen munkaszerződést kötni. Két eset lehetséges, aminek a vizsgálata jelen pillanatban folyamatban van. Az ANTS-nek az illetékes
munkatársát kihívtuk, és közel majdnem egy napon keresztül egyeztettük azokat a jogszabályi feltételeket, ami ahhoz szükséges, hogy az önkormányzat tulajdonképpen működési engedélyt kérjen háznál történő vérvételre. Ennek nem csak a működési engedélynek a megkérése bonyolult folyamat, hanem magának a rendszeres dokumentálása, rendszeres félévenkénti ANTS-szel történő ellenőriztetése és egyéb olyan tevékenység, amire jelen pillanatban az önkormányzat és a polgármesteri hivatal sem, mint közigazgatási szerv, ugye nem rendelkezik sem gyakorlattal, sem ismerettel, sem tapasztalattal. A második lehetőség az az, hogy továbbra is a házi orvosok látják el ezt a tevékenységet, mint egyébként jogszabály szerint, ugye az OEP finanszírozásukba beletartozik ennek a tevékenységnek az ellátása. Ennek a vizsgálata továbbra is folyamatban van, megkérdeztük a házi orvosokat, jelen pillanatban is működik az általuk egyeztetett módon a háznál történő levétel. Tehát vagy a házi orvos megy ki, vagy pedig szakápolója megy ki és veszi le a vért, és tulajdonképpen viszi ki a Kiskovácsi kórházba. Tehát jelen pillanatban is működik ez a tevékenység. Erre vonatkozol a képviselőtestületnek a bizottsága, illetőleg a képviselőtestület, amennyiben többet tudunk erről, akkor természetesen tájékoztatást kap. Mondom, jelen pillanatban zavartalanul működik ez. Köszönöm, jegyző asszony. Mondjuk ez azért érdekes, mert amikor itt volt ez a nagy általános megbeszélés, ahol itt voltak a Gálfinak, és ezt pont ők vetették fel ezt a lehetőséget, hogy e felé kellene elmenni. Na most ehhez képest, jó, hát nézzük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnánk segíteni akár talán a házi orvosainak is, hogy egyfajta jobb ellátás vagy jobb szolgáltatást tudjon nyújtani a lakosságnak. Megyünk tovább, 183/2015. 188/2015. 189/2015. Akkor még mielőtt rátérünk a zárt ülés határozataira, ugye mivel múlt héten volt egy rendkívüli testületülés kedden, ugye ezek, mivel szerdán került kiküldésre az anyag, tehát ezért a határozati összesítő nem tudott szerepelni a mai testületi anyagok között, ebben semmi másról nincsen szó, ezek a határozati számok, mint amiket elfogadtunk. Tehát az, hogy a 190/2015-ös 10 igennel, hogy indulunk a Búza Hungarika felsőoktatási ösztöndíjrendszeren, a 191/2015, hogy ehhez biztosítjuk a 2016-ban a 2 millió forintot a költségvetésünkben, és a 192/2015 ennek a kifejtése, tehát a pályázati kiírásnak az anyaga. Tehát ezek vannak még, akit érdekel, meg tudom mutatni. Tehát ezekkel kellene most kiegészíteni, tehát technikailag nem tudtuk már befűzni, mert egy nappal később ment ki. Tehát ezek kerültek bele. Egyébként csak jelzem, hogy a honlapon mindenki megtalálhatja, tehát azok a kedves pomázi szülők, tanárok, illetve diákok, akik szeretnének ezen az ösztöndíj rendszeren részt venni, ami pomáz esetében 2 millió forintos támogatást jelent, nem mindenkinek, hanem erre lehet ugye pályázni, azok olvassák a honlapot, nézzék, és ha tudnak, és van-e lehetőség, hogy jelentkezzenek, mert a környék települései közül pomáz szint az egyetlen, aki ezt a rendszer továbbra is fenntartja, üzemelteti és pénzt tesz ebbe a rendszerbe, hogy a pomázi gyerekek ösztöndíjban tudjanak részesülni. Jönnek a zárt, lejárt határidői határozatok. Azt mondja, 184/2015, 185/2015, ez szerepel a mai testületi anyagon is, hogy a napirendi pontok közül ugyanúgy, ahogy a 186/2015-ös is, és a 187/2015-ös a zártnak az utolsója. A két ülés között történt fontosabb eseményekről, most csak egy darab tragikus eseményről tudok beszámolni. Képviselőtestületünk volt tagja, Tulcsány Péter úr múlt hét kedden elhalálozott. Ezzel kapcsolatban az utolsó napi rendi pontnál szeretnék róla megemlékezni, illetve kérni a képviselőtestület hozzájárulását ahhoz, hogy városunk saját halottjaként tekintsen. Tulcsány Péter képviselő, volt képviselőnkre, illetve hát az ő személyiségét körbelengő olyan tudásra, amit azt gondolom, hogy ebben a városban a következő időszakban hiányolni fogunk. Nekem más itt nincs. Ha nincs kérdés, nincs hozzászólás, aki az első napi rendi pontot el tudja fogadni, azt kérem szavazatával jelezze. Mm.
11 igen, 0 nem és 0 tartózkodásra a testület elfogadta. Kettes napirendi pontunk előterjesztés a 2015 évi költségvetés rendelet módosításával kapcsolatban. Most volt a pénzügyi bizottság ülése, Réde Imre elnök úr kér szót, parancsolj. Köszönöm szépen, polgármester úr. A bizottság megtárgyalta a módosítást, és egy észrevétele volt a képviselőtársunknak, hogy egy számszaki hiba volt a hármas változásoknál, és avval a módosítással elfogadta egyhangulag a pénzügyi bizottság. Ez azt jelenti, hogy az egyéb működési célú kiadásoknál a K5-ben volt 1048, illetve az 1148-nak el egy számszaki összeadási hiba volt. A végösszeg az jó volt, csak valamilyen oknál fogva ez sajnos hibaként jött föl. Úgyhogy javaslom a testületnek is, vagy a elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás? Andrásné Urányi Borbála. Köszönöm szépen. Annyival egészíteném ki Réde Imrének a előterjesztését, vagy illetve a módosításról a beszámolóját, hogy az még nem lesz elég, hogyha az egyéb működési célú kiadásokat kiavítjuk 1148-ra, hanem a K5 az önmagában megint megtévesztő, mert az K1-től K5-ig, tehát egy ilyen összesített sora fölötte lévőeknek az összesennye, ez az 1148, és csak akkor jön ki a végösszeg. Tehát engem az is zavart meg, hogy itten mindegyiket összeadtam, és akkor ugye semmi semmivel nem stimmelt, mert 1-től 5-ig, és akkor utána, tehát az a lényeg, hogy itt K1 kötőjel K5, és akkor a helyes összeg pedig az 1148. Szerintem csak így érdemes elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A pénzügyi osztályvezetője szeretne hozzászólni. Tessék, parancsolj. Időközben már javítva lett az a sor, az úgy szerepel, hogy összesen rovatkod K1 kötőjel K4 1148, és már lent van a szervezésen, és megy fel a honlapra az új oldal. Jó, tehát időközben szépen már ki lett javítva. Tehát ez a belső számszaki elírással együtt, ugye, amit megtaláltak a pénzügyi bizottsági ülésen, de amivel egyébként maga a rendelet, tehát a módosított összegek nem változnak, tehát a végösszeg azok maradnak, aki el tudja fogadni a rendelet módosítását, azt kérem szavazzon igennel. Tizenegy igen, 0 nem, 0 tartózkodással a testület elfogadta. Hármas napi rendi pont előterjesztés intézményfinanszírozás visszavonásával kapcsolatos. Itt jegyzőasszony is elmondta a bizottsági ülésen, hogy ezzel nem károsulnak az intézmények, olyan finanszírozást vonunk vissza, illetve teszünk az általános tartalékba, amihez nem nyúlnak hozzá, vagy nem nyúltak hozzá, tehát nem kerül felhasználásra. Ettől senki nem lesz rövidebb, semmivel nem kapnak kevesebbet az intézmények. Ez egy számszaki visszavonás, illetve egy általános tartalékképzést hozunk létre ebből az összegből. Kérdés, hozzászólás. Ezt a bizottság megtárgyalta, ezt is, ezt négy igennel el is fogadták. Ugye? Igen. Ebben is igennel szavazott képviselő asszony. Jó. Rédeimre? Akkor mondjuk. Jó, bocsánat. Kérdés, hozzászólás. Van-e? Ha nincs, aki elfogadja ezt az előterjesztést, azt kérem szavazzon igennel. Tizenegy igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Négyes számú napirendi pontunk előterjesztés maximális csoportlétszám túllépésének engedélyeztetésére a 2015-16-os nevelési évben. Tárnoszki Béla elnök úr, parancsolj! Igen, a bizottság megtárgyalta a jelenlevő képviselők egyhangú szavazatával, a testületnek elfogadásra javasolja az óvodai csoportok maximális engedélyezett maximális létszámának a 20%-kal való megemelését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Az anyagból látszik, hogy melyik csoportnál mennyire lett az emelés, tehát 25-ről, 29, 20-ról, 24, 23-ról, 27. A
tehát általában ilyen típusú emelésekről van szó. Szeretném közölni, hogy a holnapi nap folyamán az intézmény vezetőjével közösen írunk egy levelet a belügyminisztérium felé, mert az látszik, hogy településünkre akkora mértékű a beköltözés, és az új jogszabálynak megfelelően minden 3 évét betöltött gyermeket fel kell venni óvodai intézménybe, hogy a következő évben már nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, tehát meg kell próbálnunk mindenképpen kiharcolni, vagy önerőt biztosítani egy új óvoda építésére. Tehát minimum egy 4 csoportos óvoda építése válik a következő időszakban szükségszerűvé. Úgyhogy a meglévő Benicki úti épület, amiben régebben 1 csoport volt, azt most megvizsgáljuk, hogy alkalmas-e arra, hogy esetleg ősztől újabb csoport induljon ott, hiszen olyan mértékű a jelentkező, hogy egyszerűen nem bírjuk kapacitásilag. Tehát megpróbálunk valamit kitalálni, valamit kilobbizni, hogy valami pénzt, támogatáshoz jussunk a belügyminisztériumon keresztül, ha és amennyiben megy. Ugye most a VECOP pályázatok nem sokára megjelennek, ott van erre lehetőség, bár nagyon-nagyon kicsi pénzösszeg áll a rendelkezésre, óvoda, bölcsődei férőhely növelésére, de próbálkozunk. Csak ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani. A határozati javaslattal kapcsolatban András Némurányi Borbála, tessék parancsolja. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék kérdezni, hogy arra nem volna-e mód, hogy már most esetleg egy külön csoportot valamelyik óvodába kialakítani, mert ugye ez mindenképpen egy eléggé hátrányos dolog, tehát hogy a gyerekek is, hogy most 20%-kal megemelni, tehát olyannyival több, tehát egy bizonyos létszámnál engedélyezettnél többen lesznek. Főleg gondolom a 3 évesek, a legkisebbek, akik amúgy is a legbetegesebbek, stb. Ebbe a korba. Meg a pedagógusaiknak is ugye nehezebb egy nagyobb létszámot kezelni. Tehát most én látom, hogy szeptembertől ez a cél, de most nem lehet-e valami ilyesmit esetleg? Most mondtam képviselő azt, hogy nincs hely, tehát fizikailag képtelenség, ezt kell megvizsgálni egyébként, meg mozgó tanév van, tehát itt azért ilyen változtatásokat nem nagyon tudunk létrehozni, de szerintem jegyzőasszony szeretne erre válaszolni, tessék. Jó, tehát akkor először is ugye kijavítanám a képviselőasszonyt, tehát tulajdonképpen ez az engedélyezett létszám, ez a jogszabályi maximum létszám, amit kihasználhatunk. Az, hogy nálunk lényegesen kevesebben állapítjuk meg az induló létszámot, az pontosan azért van, mert ugye van olyan csoport, ahol általában elég. Van olyan csoport, például a Hétszínvirág óvoda, ugye a legkedveltebb óvodák közé tartozik, ahol elsődlegesen szeretnék a szülők ugye elhelyezni a gyermekeiket. Ugyanakkor minden tanévben, tehát minden nevelési évben, hogy így fogalmazzak az óvodák tekintetében, megkérjük a képviselőtestülettől ezt a maximális csoportlétszámot, hiszen adott esetben, hogyha a jogszabályok szerint eddig is föl kellett venni azt az 5. életévét betöltött gyermeket, aki ugye jelentkezik az óvodavezetőnél. Tehát ott nem volt arra idő, és most sincs arra idő, hogy mérlegelje az óvodavezető, hanem a gyermek tulajdonképpen már adott esetben a következő nevelési naptól meg kell, hogy kezdje az intézménynek a látogatását, az úgynevezett beszoktatást, hiszen ugye ő egy tankötelezettség előteljesítését kell, hogy megtegye. Tehát nincs arra idő, hogy egy havonkénti megtartandó képviselőtestületi döntésre várjon az intézményvezető. Tehát ezért történik minden tanévben, általában fél évkor, de legkésőbb január-február magasságába eddig is megtörtént ez a maximális csoportlétszám engedélyeztetés. Ez az oktatási hivatal által engedélyezett legnagyobb létszám. A másik az új óvodai csoportnak a létrehozása. Addig, ameddig ezek a csoport létszámok be nem töltődnek, addig végül is úgymond lehetősége van a képviselő testületnek kialakítani, ugye, hogy milyen módon biztosítja az óvodáztatási kötelezettséget még ebben a tanévben. Ez a Oktatási-Kulturális Bizottság ülésén is ugye részletes tárgyalás témája volt, többféle megoldás felvetődött. Amennyiben hirtelen olyan nagy mennyiségű gyermek jelentkezne
településünkön, úgymond beköltözőként. Van rá mód, hogy akár azonnali megoldásként elhelyezzük ezeket a gyerekeket, nem saját működtetési óvodákba, óvodai csoportokba, hanem tulajdonképpen adott esetben egy ellátási szerződés megkötésével bármelyik családi napköziben elhelyezhetők ezek a gyermekek, természetesen az önkormányzat fizeti utánuk megállapodás szerinti összeget. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy ugye miért nem hozunk most létre egy új óvodai csoportot, ha egyébként olyan mennyiségű gyerek jön össze, amennyi 27, illetve 29 fő, és jelentkezne rövid időn belül a településünkön. A Beniszki utca 2-ben ugye egy megszüntetett óvodai csoportnak az épülete teljesen üresen áll, adott esetben egy minimális felújítási költséggel, és természetesen ugye átvizsgálással a gázkazárnak és egyebeknek egy héten belül üzembe helyezhető. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Amit jegyzőasszony mondott, az egy nagyon jó hír. Tudnélék, hogy van-e a településen olyan épület és abban olyan helyiség, amelyet szükség esetén akár egy héten belül is olyan állapotba lehet hozni, hogy ott el lehessen helyezni óvodáskorú gyerekeket. Én javaslom, hogy ez mindenképpen nagyon gyorsan tegye meg a hivatal, illetve hát dolgozzon ezen, hiszen ahogy így összeadogatom ezeket a négyeket, amely a 25-ből ugye 29 lett számos csoportban, bőven kijön egy újabb csoport. Most amióta a városban tudni lehet azt, hogy ez a napirendi pont szerepelni fog a testületi ülésen, azóta kaptam olyan visszajelzést, hogy olyan szülőtől, akinek a gyereke most is az óvodába jár, hogy az óvodapedagógusok, dadusok maximumot teljesítik, és csak köszönet jár a munkájukért. Kettő, ennél még inkább megterhelni őket, az különösen hát annyi pénzért, amennyit kapnak, az már mindenképpen túlmegy bizonyos határon. Kettő, a gyerekeknek a meglévő, az óvodában most járó gyerekeknek sem jó az, hogyha nagyon magas a csoport létszám. Ugye vannak sajátos nevelési igényű gyerekek, vannak akiket iskolára most kell fölkészíteni, és hát mindenképpen az volna jó, hogyha ez a 25-ös létszám, ez már nem emelkedne tovább. És ugye azoknak a gyerekeknek, akik most arra várnak, hogy fölvegyék őket, azoknak se jó, hogyha egy 27-29-es csoportba kerülnek. Úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy ne várjuk meg a belügyminisztériumnak, vagy bocsánat, a minisztériumnak a majdani pályázatkiírását, hogy lesz új óvodaépület, nem lesz. Persze, természetesen erre szükség van, de emellett már most lehetőleg ezen dolgozzon a hivatal, hogy nagyon gyorsan el lehessen indítani ezt a csoportot, és akkor ugye nem kell létszámot emelni. Köszönöm szépen. A kettőnek nincs köze egymáshoz, hogy létszámot emelünk, megadjuk a csoportoknak a lehetőségét arra, hogy föl tudják venni azt a méretetlen gyerekmennyiséget, ami érkezik a városba. Mert ugye a kiköltözésekkel, az itteni születésekkel, illetve hát az, hogy főleg a vikendtelkekre költöznek be emberek, megnőtt egy iszonyú nagy mennyiségű beköltözés a város területére. Természetesen ennek nincsen semmi akadálya. Az, hogy most megemeljük, ez törvényi adta lehetőség. Ezzel együtt egyelőre én még nem indítanám be a Benicki 2 alatt azt az egy csoportot, azért mert az a helység nagyon jó, nagyon aranyos, de nem biztos, hogy egyelőre alkalmas. Tehát ott elég komoly beruházási. Aki járt már ott, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, az egy vizesedő, penészedő helység, ez végszükség esetén lehet csak. De most nincs ekkora vészhelyzet még, tehát nem kell farkas kiáltani, mikor a farkas még nem áll itt az ajtóba. Jelen pillanatban az van, hogy ezt a mennyiséget, ami beérkezik, ezt még el lehet fogadni, ezt még be lehet fogadni, és a törvényeknek megfelelően el lehet helyezni. Természetesen senki nem mondta azt, hogy az ott dolgozó óvodapedagógusok, dajkák nem a legmagasabb szinten végzik a feladatokat. Egyébként az óvodapedagógusoknál az elmúlt években az állam elég komoly bérfejlesztést hajtott végre. Az is igaz, hogy az önkormányzat is segít mindenben, amennyiben csak tud az óvodákkal kapcsolatban. Tehát kicsit megint azt érzem, hogy megint verjünk olyan dobokat, amiket nem kellene verni. Én is hallottam ilyen-olyan véleményeket, hogy nem szabad több gyereket beengedni a csoportokba.
amennyit lehet, annyit be fogunk fogadni, tehát természetesen. Én azt gondolom, hogy mellette azon kell elkezdeni gondolkodni, hogy Pomázon egy rendkívül széttagolt óvodahálózat van, és ugye egy dologról ne feledkezzünk el, ez lesz napirendi pont, és előre tudom képviselő asszonynak az álláspontját, hogy azt miért nem fogja támogatni. Például a Sashegyinek a tornapályáján egy konténer óvoda van, ami jelen pillanatban elfoglalja a Sashegyinek a tornapályáját. Ugye? Tehát én ezért mondtam a négy csoportos óvodát minimum, mert hogyha azt meg tudnánk építeni akár az Alcsevicen, akár egy más olyan telken, amit itt talán tudunk szerezni a városon belül, mert most mindenféle verzióba gondolkodunk, akkor az a minimum, hogy azt a három csoportos konténert ki tudjuk váltani, és Sashegyi visszakapná a tornapályát, és egy négy csoportos óvodával jelen pillanatban enyhülne az a fajta nyomás, ami most a városon van, és megpróbálnak megoldani. Tehát én a Benicki 2-nek a beindítását azt a lehető legutolsó percre hagynám, amikor már nincs más választás. De most még van, tehát az a határozati javaslat alapján ezt meg tudjuk lépni, még nincs vészhelyzet. Tehát ezért mondom, ne kiáltsunk farkast, amikor nem ólálkodik a keretek alatt, ne keltsünk pánikot, nincsen semmi probléma, meg tudják a óvodákba oldani ezt a problémát, gondolkozzunk azon, hogy a következő 2-3 évenben mit tudunk lépni, mert az látszik, hogy a beköltözés megakadályozni nem lehet, a beköltözők jönnek, azzal együtt az önkormányzat évek óta nem bont nagyobb területeket belterületbe, de ne felejtkezzünk meg az Alcsevicáról, aminél ugye a következő 4-5 évben várható, hogy el fog indulni egy építkezési hullám, el fog indulni egy beköltözési hullám. Tehát ezen is gondolkodni kell. Az Alcsevica területén van arra alkalmas terület, most a rendezési terv módosításánál ezt figyelembe is vesszük, hogy oda egy nagyobb óvodát lehessen építeni. Csak egy ma Magyarországon minden szempontnak megfelelő nagy óvoda építése, 4-6 csoportos óvoda, az 4-600 millióba kerül. Mert ugye ahhoz már tanúszoda kell, hogy passzoljon, mert már ilyen igények, meg ilyen elvárások vannak teljesen evidens. Tehát azt gondolom, hogy ezt az önkormányzat saját forrásból megoldani egyelőre nem tudja. Tehát ennyi megtakarításunk akkor sincs, hogyha 2 éven keresztül nem kátyúzunk, nem építünk utat, nem cserélünk egyetlen egy kiégett villanykörtét sem. Tehát azért mondom, nem kell kapkodni, ezt most lépjük meg, és emellett pedig gondolkodjunk azon, hogy hogyan lehetne megoldani a következő években ezt a fajta problémát. Jegyzőasszony parancsol. Még azzal egészíteném ki polgármester úrnak a válaszát, hogy egyrésztről ugye képviselőasszony említette, hogy elsődlegesen a 3 éveseknél jelent ez problémát ugye az óvodában, hogyha túl sok a létszám. Hát tudomásom szerint hosszú-hosszú nevelési tanévek óta vegyes csoportok működnek, még az én idősebbik fiam, aki most 26 éves, már ő is az utolsó évben vegyes csoportba járt. Tehát az új nevelési metódus az már több 10 éve vegyes csoportokat hozott létre, amelyben igen, hát nálunk így működik, tehát tulajdonképpen az oktatási törvény, az akkori oktatási törvény ugye hozta ezt a lehetőséget, és nálunk tulajdonképpen a pedagógiai programok mindezt a nyomot követik, tehát úgymond 3 évestől 6 éves korig vegyes korosztályban vannak valamennyi óvodai csoportban a gyermekek. A másik, amire fölhívnám a figyelmet, tehát a hivatalnak az úgymond előkészületei, azok képviselőtestületi döntés nélkül maximálisan abban merülhetnek fel, hogy felmérjük azt, hogy adott esetben egy úgymond vízszigetelési eljárással, ugye hogyan lehet tulajdonképpen ott a vízesedést a legminimálisabbra csökkenteni, illetve ennek mennyi a költsége, ennek a felmérése, hiszen egy óvodai csoporthoz sem álláshelyet nem tudunk biztosítani testületi döntés nélkül, sem az ahhoz szükséges bérkeretet ugye nem tudjuk odaadni az intézményvezető részére. Viszont az is nyilvánvaló, hogy most jelen pillanatban egy csoportnyi gyereket tudunk szétosztani 21 darab csoport között, ami véleményem szerint nem olyan sok. Ugyanis egyet nem szabad elfelejteni, amikor azt mondjuk, hogy 29 a maximális csoportlétszám, nagyon-nagyon ritka az a nap, amikor valamennyi 29 gyermek egyidejűleg abban a csoportban jelen van. Tehát az óvodai hiányzások természetesen ugyanúgy érintik a kisgyerekeket is, betegség miatt, egyebek miatt, tehát az, hogy egyszerre 29 gyermek van ott, az szinte soha nem fordul elő. Köszönöm szépen, Sarkadat, illetve képviselő úr, kérszó.
Köszönöm szépen, polgármester. Én igazából csak egy-két mondatot tennék hozzá. Egyrészt nagyon jó, hogy ilyen problémával küzdködünk, mert sajnos az ország vidéki településein általában zárnak be az óvodák. Sajnos itt is ugye a beköltözés miatt van ez a probléma. Ezért is nehezebb talán pénzt szerezni az óvodákra, mert nem írnak ki ilyen pályázatot, hiszen vagy kevés az ilyen pályázat. Minden esetre én is azt mondom, hogy megnyitni egy óvodát, ez nagyon jó szükségnek, és abban az esetben, ha nincs semmi, akkor a következő évben el lehet ott indítani csoportot, de melyikünk, nekem is van óvodáskorú gyerekem, nagyon nem szeretném, ha őt raknák mondjuk át a szükség óvodába. Tehát ezt úgy gondolom, hogy ezt más szülők se szeretné, inkább legyen még két gyerekkel több abba egyébként szép óvodába. Ez nagyon dicséretes és jó dolog, hogy az esetleges óvodaépítésig van egy ilyen lehetőség, de hát abból nagy botrány lenne, hogyha elkezdenénk oda lakosgatni gyerekeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás a határozati javaslathoz. Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, azt kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem, kettő tartózkodásra elfogadta a képviselőtestület. Ötös napirendi pont, ami négy részből áll. Először az A jelű, ami a 935/4-es helyrajzi számú ingatlan csatorna érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése tárgyában született. Ehhez kérdés, hozzászólás van-e? Hardi Péter ügyrendit. Szót kér, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én azt szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen mi az oka annak, hogy ugye én tavaly október-november óta tudom képviselőként figyelemmel kísérni a testület munkáját. Ugye akkor elkezdődött a meselián a problémáknak a jelentkezése. Tudnék, hogy voltak olyan társulati tagok, akihez nem vezették be a vizet, tudjuk, hogy miért. Jelentkezett probléma az Orlovácon, és most látom az újabb társulatnak, a Pomázi Szennyvíz csatornépítő vízi közmű társulatnak a munkája után maradt problémát. Tudnék, ugye 2012-ben elszámoltak, megszűnt, átvette törvény szerint az önkormányzat, és most az önkormányzatra hárul az, hogy csak nem 300 000 forintot vissza kell fizetni egy olyan társulati tagnak, aki ezt ugye az előterjesztésből látjuk, jogosan kéri vissza. Tehát kérdezem, hogy ezekért a sorozatos problémákért végülis kiviseli a felelősséget? Tehát gondolom, hogy ezek után közpénzből kell visszafizetnünk azt, ami a társulat kasszájába befolyt. Jól lehet, a társulat elszámolta az önkormányzatnak. Tehát kérdezem, hogy miért vannak ezek a sorozatos problémák, kiviseli ezért a felelősséget, és akkor végül is milyen pénzből kell visszafizetni a jogos igényeket. Köszönöm szépen. Jó, tehát tisztelt képviselőtestület, ugye eddig általában a Meselia ivóvíztársulatnak a visszafizetési kötelezettségei kerültek a testület elé. Azért, mert tulajdonképpen az volt az egyszerűbb, ugye közel 5 évvel ezelőtt kiderült, hogy bizonyos víznyomás magasság alatt, bár nem tudom, nem értek hozzá, hogy milyen szint alatt, tudta a vízművek ugye úgymond nyomás alá helyezni a megépített víziközmű ivóvíz hálózatot. Az e fölötti részben, ugye mint ezt már többször elmondtuk testületi ülésen, illetve bizottsági ülésen is, háromféle megoldás létezett. Megépült a úgymond az ivóvíz hálózat. Utólagosan van, ahol egyébként rá tudta mégiscsak kötni 3 év távlatában a DMRV az ivóvizet. Megépült a hálózat, de nem tudják, nem is tudták, és valószínűleg nyomásfokozó nélkül soha nem fogja tudni a DMRV a vizet biztosítani ebben a hálózatban. És a harmadik megoldás volt az, ahol bár társulati tag volt, és meg is fizette részben vagy egészben a társulati díjat, ennek ellenére nem épült ki nála az ivóvíz hálózat. Ugye természetesen ezeket az embereket megkeresve nyilatkoztattuk őket, hogy milyen megoldást választanak.
Tehát visszakérik a pénzt, és tudomásul veszik, hogy amennyiben mégis megépült hálózatuknál valaha biztosítják a víznyomást, akkor az utólagos rácsatlakozás díját fizetik meg rendeletünk szerint, vagy pedig tulajdonképpen itt hagyják és várják azoknak a tárgyalásoknak az eredményeit, amit a DMRV-vel közel másfél-két éven át folytattunk. Ugye ez utóbbiak azok, akik tavaly kerültek elő, hiszen ugye ezek az emberek vártak másfél-két évet arra, hogy a DMRV esetlegesen nyomásfokozónak a megépítésével, amit részben vagy egészben ő finanszírozott volna adott esetben az önkormányzat támogatása vagy nem támogatása mellett, mégiscsak kapnak fizet. Míg az első hullám már 3-4-5 évvel ezelőtt is megkapta a visszaigényelt pénzt. Ami most előttünk van, az ugyanennek a társulatnak egy másik társulata, hogy így fogalmazzak. Ugyanaz volt tulajdonképpen az ügyvezetés, ez az ivóvíz helyett ugye a csatornatársulat, és szintén kerülnek elő olyan delikvensek, itt az elsőnél, aki megfizette, bár egyértelmű, hogy nem épült ki nála a csatorna. Természetesen azért nem ajánljuk fel számára, hogy hagyja bent a pénzt, mivel az önkormányzat jelen pillanatban nem tervezi csatornahálózat építését. Azt azért tudni kell, hogy az egyénenkénti, telkenkénti kialakítás mindig sokkal többe kerül, mint adott szakaszra vonatkozólag mondjuk egy teljes utcahossznak úgymond a finanszírozása. Tehát az önkormányzatnak jelen pillanatban 295.800 forintért nem áll módjában megépíteni a úgymond tulajdonos számára a csatorna beállást. Ezért a visszafizetést választottuk. Én annak is örülök, hogy kamatot nem kérnek. Ugyanis nagyon sok esetben jogosultak lennének kamatot kérni. Az már adott esetben bírósági döntés kérdése, hogy az önkormányzat, aki nem jogutód, csak pénzügyi jogutódként szerepel, sajnos törvényi kötelezettségünk. Másrésztről pedig ugye készfizető kezesként állt helyt, a mindenkori önkormányzat, hiszen erre a társulatra is még az OTP felé visszafizetési kötelezettségünk van, negyed évente kamat, illetve ha jól emlékszem, akkor még 2016 évben egy nagy összegű tőke törlesztés, aminek jelentős részét majdnem teljes egészében a Fundamenta megtakarításai adják. Tehát ha így fogalmazunk, akkor közpénzbe kell helytállni. Viszont az is igaz, hogy 2016-ban a tőke visszafizetésnél ennek az összege megtérül, ahogy megtérült az ivóvíznél is a 2015 évi tőketörlesztésnél, mivel a Fundamenta által fizetett összeg magasabb volt, mint amit az önkormányzatnak tőke és kamat fizetés címén teljesítenie kellett az OTP felé. Az is igaz, hogy ez köszönhető annak, hogy az önkormányzat számottevően deríti föl a kintlévőségeket, köti a részletfizetési megállapodásokat, és így tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem 90-95%-osan be tudjuk szedni a volt társulati tagok elmaradásait. Ez viszont egy kőkemény felderítési munka, amit most már idestova 6 éve végez egy külön ügyintéző, természetesen kapcsolt munkakörben. Egy kézben van az elszámolás, és így tudtunk egy olyan felderítési tevékenységet végezni, aminél javultak ezek a bevételi lehetőségek. Tehát a válaszom egyértelmű, közpénzből történik, de ez a közpénz befolyik a tőke elszámolásnál, amit ugye a bankkal, az OTP bankkal 2016-ban meg fogunk tenni. Köszönöm szépen, még egy apró kiegészítés, hogy abból látni kell, hogy annak idején a Korausz féle társaság vagy a Meleg féle társulat az elszámolásokkal soha nem került ilyen helyzetbe, illetve az önkormányzatot soha nem hozták ilyen helyzetbe, mint ez a fajta régebbi társulat, ami megalakult, és ugye ennek köszönhetőleg vannak ezek a visszafizetési hullámok, amiben ebben az évben 6 millió forintot kellett jóvá hagyni a költségvetésbe, hogy ezeket a visszafizetéseket megoldjuk. Remélem ezek már az utolsó közé tartoznak. Tehát ebből látszik az, hogy ha nem megfelelő emberek vezetnek egy társulatot, hogy az hova tud jutni. Ez a határozati javaslat. Kérdezem, hogy a visszafizetéssel kapcsolatban van-e még kérdés?
Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatba említett visszafizetéshez való hozzájárulást, azt kérem, szavazzon igennel. Tizenegy igen, nulla nem, nulla tartózkodással a testület elfogadta. Következik a 899/5-ös helyrajzi számú ingatlan csatorna érdekeltségi hozzájárulásával kapcsolatos társulati tagsági törlése. Jegyzőasszony. Jó, tehát akkor minden kérdést megelőzve, akkor elmagyarázom a következő három előterjesztést. Ez is ugyanennek a csatorna társulatnak a profiltisztítását szolgálja. Ugye három darab olyan ingatlan kivetéssel került ugye úgymond górcső alá, tehát elértünk idáig ugye az ellenőrzésekbe, amelyiknél egyrésztről nem minősülnek építési teleknek, nem is lehet beépíteni ezeket a telkeket, vagy azért, mert szabályozási vonal szeli át, amelynek folytán ugye egy olyan telek kialakításnak kellene létrejönni, aminél fogva nem lenne építési telek, illetve vagy azért, mert eleve olyan a, például ennél a következő napi rendi pontban szereplő 899/5-ös helyrajzi számú ingatlannál a szélessége, ami nem teszi lehetővé a beépíthetőséget, ennek ellenére ugye a társulatnál úgy szerepel, hogy kivetették rá a csatorna társulati díjnak a megfizetését. Tehát nem fizetett be egyik tulajdonos sem, egy forintot sem, viszont nekünk ahhoz, hogy ezt a társulatot előbb vagy utóbb ugye lezártnak tudjuk tekinteni, szükséges ezeknek az ingatlan tulajdonosoknak a törlése. Természetesen minden esetben ugye a határozatban megfogalmazásra kerül az a kitétel, hogy amennyiben mégis építési telekké válik, beépíthetővé válik, úgy tudomásul veszik, hogy utólagosan vagy társulatban kell tulajdonképpen megvalósítaniuk ugye a közműellátottságot, vagy pedig utólagos rácsatlakozás díját kell megfizetniük, amely minden esetben ugye inflációval növelve magasabb, mint az eredeti társulati díj. Kérdés, hozzászólás, koncili parancsolj. Nekem csak egy értelmezési kérdésem van, ugye itt a határozatban az van, hogy társulati tagság törléséhez járulunk hozzá. Ez akkor együtt jár azzal, hogy a, tehát a, amit be kell fizetni, azt is töröljük a nevéről. Jó, köszönöm. De nem fizetett be semmit. Nem fogja a társulat. Nem lesz. Tehát magából a társulatból lesz kivéve, hogyha egyszer vége van a társulati elszámolásnak, letelik a 10 év, hogy ne maradjon benne olyan, hogy van bent társulati tag, de nincs a neve mellett bármifajta befizetés. És ugye ennek az az indok, amit elmondom, egyszerűen fizikailag képtelenség, üdülőtelek, hogy hívják ezeket, nadrág szíparcellákról van szó, tehát beépíthetetlen telkekről, vagy éppen összevonás előtt. A következő. Az előző fizetet, annak adtuk vissza. A következő három az nem. Tehát az, hogy töröljük a társulatból. Tehát akkor most a B, tehát a 899/5-ös helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos határozati javaslatról. Kérdezném, hogy van-e még kérdés? Ha nincs, akkor szavazunk, aki elfogadja a határozati javaslatot és a társulati tagság törlése mellett dönt, az kérem szavazzon igennel. 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a testület elfogadta. C pont, előterjesztés a 803/4 és a 803/5 ingatlanok csatorna érdekeltségi díjával kapcsolatban. Itt is az előterjesztést olvashatjuk. Teleközszavonással kapcsolatban van. Kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, azt kérem szavazzon igennel. 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodásra a testület elfogadta. Jön a következő. A 782/3-as helyrajzi számú ingatlan. Nem kapcsolatos. Itt is ugyanaz a helyzet, amit a jegyzőasszony elmondott. Kérdés, hozzászólás. Van-e?
Ha nincs, aki elfogadja az előterjesztést, azt kérem szavazzon igennel. Köszönöm, 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodásra a testület elfogadta. 6-os számú napirendi pontunk következik. Előterjesztés a 857/6-os ingatlan adásvételével kapcsolatban. Ez ugye az Eper utcai 6 darab teleknek ez a harmadik eladandó telkére vonatkozik, amire használható ajánlat érkezett, a megállapított összeg alapján, amit elvégeztek. A határozati javaslat annyival egészül neki, hogy most a pénzügyi bizottságon mondta az előadó hölgy, hogy a vételi ajánlatot tevők az alábbiakban határozták meg a vételi szándékukat, hogy első részlet a szerződés aláírásakor 4,3 millió forintot fizetnének, a többit egy éves részletbe 350 ezer forintjával, de természetesen a fennmaradó összegre a jegybanki alapkamat érvényes, amit az utolsó részlet befizetésekor kell teljesíteni. Tehát az nem 8,5 millió lesz, hanem valamivel több. Ugye ez az a bizonyos telek, ami az Eper utcában van, ez az a bizonyos telek, ami be van építve a költségvetésébe az önkormányzatnak, erre a bevételre az önkormányzatnak egy év fejlesztéséhez szükség van. Réde Imre elnök úr kért szót, parancsol. Köszönöm szépen a szót. A polgármester úr elmondta a kiegészítést, és ezzel a kiegészítéssel együtt a pénzügyi bizottság 4 igennel, tehát egyhangulag elfogadta. Három igen, és egy nemmel, igen, elfogadta. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Andrásné Murányi Borbála volt az első. Köszönöm szépen. Csak annyival szeretném kiegészíteni megint Rédei úrnak az összefoglalóját, hogy én szavaztam nemmel, és most is nemmel fogok szavazni, mert nem tudok egyet érteni ennek a teleknek az eladásával addig, amíg a Sashegyi iskolába nem szabadul fel, ugye a belső udvar legalábbis nincs egy megfelelő területük a gyerekeknek sportolni, mozogni. De nem értem, hogy milyen belső udvarnak kellene felszabadulni a Sashegyiben. Ott játszótér van a belső udvar. Ez nem a Sashegyi belső udvara. Hardi Péter képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ugye itt az Eper utcai ingatlanokról van szó, 6 darab ingatlan, amelyben, hogy hallottuk, most a harmadikat kívánja értékesíteni az önkormányzat. Kezdettől fogva mondtam, hogy az értékesítésnek így módjával nem értek egyet, mégpedig azért, mert ugye ott van a Sashegyi Sándor általános iskola és rendészeti szakiskola, vagy szakközépiskola, amelynek nincsen sportpályája, és ha a körülötte lévő ingatlanok teljes mértékben beépülnek, akkor nem is lesz. Tudom, ott van a konténeróvoda, a konténeróvoda onnan el fog kerülni, remélhetőleg egyszer. Ugye polgármester úr talán ezen a testületülésen is most egy 4-5 éves időszakot jelzett. Nyilván ugye akkor lesz, akkor fog ott épülni valami, amikor arra pályázatot kiírnak. Nagyon jó lesz, hogyha onnan a konténer óvoda elkerül, amely egyébként sem ugye hát egy konténer nem óvodának való, de ez egy szükséghelyzet, tudjuk, megörökölt. Viszont addig, ameddig az nincs ott, már tudnék, az a szabad terület nem szabadul föl, addig is, ugye ha 4-5 év, az azt jelenti, hogy 4-5 év folyam nem fog tudni a szabadban tornázni, vagy átjár ugye a németes iskolába, ugye nem egy szerencsés megoldás, mert tornaóráról van szó, öltözni kell, egyáltalán oda kell menni, nem tudnak 45 percet tornázni a gyerekek. Most ugye nagyon helyesen már minden évfolyamban lassan kötelező lesz a naponkénti tornaóra, ami a gyerekek egészségét szolgálja. Csak hát az a probléma, hogy ha ameddig nincsen lehetőségük a gyerekeknek a tornaóráknak a megfelelő részvételére, tehát hogy megfelelő részt vegyenek rajta, eszköz, pálya hiány, addig nem szabadna értékesíteni a telket, hanem ki kell alakítani egy sportpályát, megnézni, ha még marad mellette hely, igen, akkor azokat lehet értékesíteni, bár az sem egy ördögtől való dolog, ami ugye ennek a területnek eredendően
a funkciója volt, tudnék, hogy egy gyakorlókért legyen az iskolának, lássák a gyerekek, akik ugye városból jöttek, és adott esetben nem családi házba költöznek itt Pomázon, most sem, hogyan kell veteményezni esetleg, kis állatot tartani, nem tudom, nyilván ennek megvan a maga módja, már pedagógiai módszere. Tehát a lényeg az az, hogy erre kellene törekedni, és utána értékesíteni, nem pedig, hogy majd valamikor lesz ott hely, tehát most értékesítsük, a gyerekek pedig évfolyamok ugye kimennek az osztályokból, anélkül, hogy megfelelő tornaórát tudnának részükre biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Néhány gondolatot engedje meg képviselő, hogy válaszoljak. Én 2-3 évet mondtam, úgy emlékszem. Tehát ez a minimum. Én azt gondolom, hogy ez alatt kellene legalábbis olyan környezetbe jutnunk, hogy talán meg tudjuk oldani az óvoda helyzetet, ami később megoldanása segítenek a külső tornapályáját. Egyébként most is van torna terme a Sashegyi iskolának, tehát senki ne gondolja, tehát akkor esetleg nézi ezt az adást, és azt gondolja, hogy olyan iskola van Pomázon, ahol nincs tornaterem, ez nem igaz, tehát működik. Sőt, konditerem is van, kisterem is van, igen, tehát például ez itt egyfajta testnevelés óra megoldható, és valóban megoldják úgy, hogy időnként átjárnak a német iskolába. Ami nem ördögtől való történet. Én annak idején, mikor a Móricz Zsigmond gimnáziumban jártam, akkor még nem épült meg a tornacsarnok a Móricznak, akkoriban épült. Mi a kőzúzóra jártunk le folyamatosan tornaórára, és onnan vissza. Tehát a gyermekek azért ezt nagyjából el tudják kezelni. Kialakítani sportpályát azon a területen, most, hogy már 2 telket eladtunk, és ha most rábólint a képviselőtestület 3-at, ezt eddig se lehetett volna, hogy ez a 6 telek megvan, hiszen annak olyan a terület lejtése, hogy az eléggé nehezen megoldható. A mostani oktatási törvénnyel én nem vagyok tisztában, de én úgy tudom, hogy a technika tanítása közben, vagy a környezetismeret tanítása közben most már nem előfeltétel a kertek tanítása, a veteményezés, meg elég nagy baj, ez igaz. Ezt általában mi pomáziak meg szoktuk oldani a saját kertjeinkben, mert azért a pomázi lakosságnak szerintem legalább a 85-90%-a az vagy családi házas kertes családi házban lakik, vagy van a háza lakása mellett talán egy kis konyhakertje, ahol ezt valamilyen úton módon meg tudja oldani. Én úgy tudom, hogy a mostani technika oktatásban nem szükséges a tankert létrehozása, és egyébként ez már, bár viszonylag idősebb korú vagyok, már az én gyerekkoromban sem működött ez a tankert, tehát az nagyon-nagyon régóta parlagon hever az a terület. Én nem emlékszem arra, hogy bárki kapált, kaszált, vagy bármifajta növényzetet ültetett volna, még úgy sem, hogy akkoriban még fölötte teljesen erdőség volt, teljesen kaszáló volt, meg papkert volt, meg minden, tehát akkor sem működött ez. Ezt beállította az önkormányzat a költségvetésébe, tudom, akkor se fogadták el képviselőtársaim, nem baj, de azt a költségvetést végre kell hajtani. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a határozati javaslatot el kell fogadni ahhoz, hogy mehessen tovább a képviselőtestület, illetve az önkormányzat működése. Egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, amit tettem, tehát a fizetési feltételekkel, azt kérem, szavazzon igennel. Köszönöm szépen, 9 igen, 2 nem, és 0 tartózkodásra a testület elfogadta. Következik a 7-es napi rendi pontunk, előterjesztése 107/2012-es önkormányzati határozat, és az kiegészítő 106/2015-ös önkormányzati határozat alapján létrejött módosítós adásviteli szerződés jóváhagyásával kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, aki elfogadja, azt kérem, szavazzon igennel. Tizenegy igen, 0-0 tartózkodás előtt testet elfogadta. Most jön a csere, tehát most jön előre a 9-es napi rendi pont, és az előterjesztés az október 23-ai kitüntetések előtt megkérem az ATHOK bizottság elnökét, hogy mondja el azt a kérését a bizottság nevében, amit a bizottsági ülésen megbeszéltek. Zsebe Zsolt elnök úr. És utána lesz zárt ülés, hogyha ezen túl vagyunk. Köszönöm szépen.
és köszönöm, hogy felvettük a napirendet. Egy apró segítséget kérnék a képviselőtestülettől. A bizottsági ülésünk második vagy záró ülésén, amikor döntöttünk a kitüntetésekről, fölmerült egy kérdés, hogy ugye évekkel ezelőtt Gambár Marika képviselőtársam és Turcsány Péter foglalkozott a diszpolgári emlékkönyvnek a létrehozása, kialakítása, megszerkesztésével, és ez sajnos még nem fejeződött be, és vannak hiányosságok még a könyvben, hogy összeállítsuk ezt az emlékkönyvet, ami egy nagyon szép emlék lenne egyébként, 25 év alatt a Pomázon diszpolgári kitüntetést kapott állampolgárok, pomázi lakosoknak emléket állítva. Ezért kértem azt, hogy mivel SMS szerint adhok bizottságunk ugye ezzel a két üléssel befejezné ülésszakát, és az adhok bizottság meg is szűnne, ezért egy olyan SMS módosítást kérnék, amivel a bizottság tovább működhetne, azaz egy jogkörrel, hogy ezt az emlékkönyvet tovább tudjuk szerkeszteni, és ennek segítségében rendelkezésre álljunk a képviselőtársunknak és a hivatal segítségét, és kérvén meg tudnánk ezt a könyvet szerkeszteni. Ebbe kérnék egy támogatást a képviselőtestülettől. Köszönöm. A történet lényege, 2013-ban elindult ez a kezdeményezés, és nagyon sok levél ment ki azoknak a díszpolgároknak, vagy leszármazottaknak, akiktől kértünk anyagokat azokról a díszpolgárokról, akik a családjukban voltak, vagy elhaltak, vagy még élnek, és viszonylag hiányosan, viszonylag fokhíjasan került összeállításra. Az eredeti terveknek megfelelően nagyon szép kiadványról lenne szó, viszont most a levéltárat kell megkeresni, mert egy csomó hozzátartozótól nem ért, vagy nem sikerült egyáltalán földeríteni sok-sok embert, és hogyha ezek az anyagok megérkeznek, vagy visszaérkeznek, akkor sikerül ezt a könyvet így két év után összeállítani, és hát sajnos Turcsány Péter nélkül, mert annak idején ő és Marika volt a motorja ennek a kiadvány létrehozásának, úgyhogy erre kéri most a képviselőtestületet, hogy az adhok bizottság természetesen díjazás nélkül teljesen abból a szempontból jön, vagy illetve marad tovább fönn, addig a percig, amíg ezt a könyvet össze nem tudják állítani. Reményeim szerint remélem, hogy a következő a levéltáros anyagok megérkezése után össze tudjuk állítani véglegesen, és akkor a következő évi költségvetésben valószínűleg erre szánunk egy tételt, és kiadjuk ezt a könyvet így a 25 és 26. Most ugye folyamatosan lehet ezt majd tölteni, hogy mindig az újabb és újabb díszpolgárokkal kiegészítve legyen egy olyan almanak a városnak, hogy kik voltak azok a díszpolgárok, vagy kik azok a díszpolgárok, akik, és kik voltak ők, hogy ezt minden egyes pomázi megismerje, azok is, akik régi pomáziak, vagy azok, akik esetleg újonnan érkeztek hozzánk, és kíváncsiak. Az első az 2013-as zárásra. Tehát ehhez kér a képviselőtestülettől, most kérek egy felhatalmazást, egy bólintást, tehát ez egy pici SMS módosítás ennek a bizottságnak a tovább élésével kapcsolatban. Nem emlékszem. Csak sima? Bocsánat, nem is SMS. Tehát meg ezt sem kell hozzá. Ezzel kapcsolatban kérdés? Ja. Aki elfogadja, azt kérem szavazzon igennel. Köszönöm. 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a testület elfogadta, és akkor innen következő napi rendek pedig mind zárt ülésken kerülnek megtárgyalásra. Úgyhogy köszönöm a megjelenést.